majd egy komoly kis díjazás fog következni. Azokat fogjuk díjazni, akik valami különleges teljesítményen, akár sport, akár bármilyen más területen jeleskedtek ebben az évben. Elsőként egy amerikai sportoló, Sean Roder, idén élete legjobb formáját hozta, és ez is érmes lett a Mr. Olympián, ami önmagában ugye nagyon-nagyon kiemelkedő teljesítmény. Viszont érdemes megemlíteni, hogy 2012 óta 22 versenyen vett részt, és soha nem volt rosszabb helyezése negyediknél. Sean Roder! It must be you. Fordítom, nagyon jó képű vagyok itt a háttérben is. So first of all, congratulations for this year, for the results at Mr. Olympia. There are some usual questions that we usually ask. How was your competition season? What do you think? The result was exactly what I wanted. Expecting a little better, but I'm very thankful. The placement that I've received in second again this year, both Olympians, and I'm forward to next year. Let me translate for the Hungarian audience. Hát először is úgy érzi, hogy ez a szezon egy kicsit azért keményre sikerült neki. Tulajdonképpen nagyon politikusan úgy fogalmazta meg, hogy az eredmény az, amire ő számított és amit ő szeretett volna. De a következő évre azért egy picivel jobb eredményt szeretne elérni. Hát nagyon bízunk benne, hogy ez így is lesz. And exactly what's your plans for next year? Nyugodtan fogják, hogy az első akar lenni Mr. Olympián. As for next year, I'm my focus is on the end of Mr. Olympia. Hát az elsődleges fókusz az a Mr. Olympia lesz 2017-ben, úgy érzi, hogy minden megvan benne ahhoz, hogy elvegy az elsőért Phil Heath-től. Hát, hölgyeim és uraim, biztassuk, akkor kezdjük neki innen Magyarországon, indítjuk el. Természetesen nem csak úgy felhívjuk, hanem egy emlék plakettet is fog kapni. The Cycling Achievement Award, the award for you. What you achieved this year, which was remarkable. Thank you. És ennyi, taps. Így átadja a díjat. Azt hittem, hogy ez a fügy, ez neki szól. Köszönjük szépen, hogy érkezik Rigitának. A következő díjazottunk, Cedric McMillan. Szeretitek. Ő az, aki megtanult magyarul egy picit, számol majd nektek. Most is fog, mert nekem tetszik ez a produkciója. Már itt is van. Erről a rossz szokásáról majd levesszük, tehát ez így segre pacsi magyarban, nem annyira. Tehát amit el kell mondanom róla, hogy megnyerte az első LeBron Pro-t. Második lett Kyle mögött az Arnold Classicon Amerikában és Ausztráliában is. Cedric McMillan! Adok mikrofon. Egy kicsit beszélek magyarul. Mondtam. I'd like to ask all those also the same question from you, just like from Mr. Sean Roden. How was your competition season?
competition season for me, I wasn't very satisfied. I always wish I could come here to Hungary, to Superbody, and tell everyone that I won a show. I tried very hard this year against Kai Greene twice. I get second place. I think I beat him. But they say second place, it's okay. I win one show in Poland, so I'm very proud of that. To come here to Superbody for me is very special because ever since 2012, when I come to SciTech, the people here from Hungary always welcome me. And so it's very special for me to be here. Even though I don't feel I deserve an award, I will have to say, you have the treasure? Okay, one more. I have to say thank you very much for all your support. So, nagyon szeretné, hogyha minden évben, amikor eljön ide a SciTech Superbody versenyére, azt tudnám mondani, hogy ezt meg ezt a showt nyertem meg. Ebben az évben üldöztek Kai Greent kétszer, nem sikerült elkapni, bár ő úgy érzi, hogy sikerült, de mégis Kai Greent hozták ki elsőnek. Nyilvánvalóan, mert ez így jól hangzik, és nagyon szeretné, hogyha jövőre még jobb tudna lenni, és akár jövőre már amikor jön, sokkal jobb hírekkel tudna szolgálni, de meg kell mondjuk, hogy 2012 óta, amióta jár ide a Superbodyra, minden egyes alkalommal és speciális alkalom számára, nagyon szereti a magyar közönséget és nagyon szereti ezt a versenyt. Természetesen ő is fog tudni kapni, ugye? Azért adok meg hírját. Különböző kívül is egy kicsit volt. Érkezik Brékefi Brigitta. Újra tapsolunk. Jól van, vannak pasik, örülök. Cedric meg egy ilyen szikró hangja a magyar közönség. Mr. Pussy, Pussy. Mr. Cedric McMillan. Visszahívom Sorrodent is, mert mindannyiukat is szeretnénk egymás mellett látni. Egyébként mindig nagyon vidám a csapat, őrületesen jó hangulat. Folytassuk! Átkalauzolunk, átevezünk egy picit más vonalra. Salamondia nagyon-nagyon jó eredményekkel indította a profi karrierjét. Rengeteg jó helyezést ért el Prága Pron, Mozalénibe. Volt USA-ban is, ahol harmadik helyen végzett. Ami érdekessége az amerikai versenyek, hogy egyáltalán nem szoktak ilyen jó helyezést elérni kezdő európai versenyzők. Tehát Salamondia. Igen, hello. És üdvözöllek, szia! Sziasztok! Itt ma mindenki értékelik el. Dia, pár szóval arról foglalnánk, hogy hogy érezted magad, hogy elindult egy új pálya, egy karrier. Mondjál erről pár szót. Mi volt a különbség, az újdonság? Hát nagyon jól éreztem magam. Őszintén megvalva, hogy teljesen más dimenzióba csöppentem, teljesen más az egész versenynek a hangulata. De nagyon-nagyon élvezem, és remélem, hogy mindig egyre közelebb leszek a célomhoz, ami az olimpiai kvalifikációnak a megszerzése. Nagyon jól állunk etéren, ugye? Tehát egy a pontgyűjtő versenyben egész jól állunk. Igen, most jelenleg 7 ponton van. A tavalyi évet néztük, a lányok olyan 12 ponttól tudtak kvalifikálni az olimpiára, úgyhogy még előttem a tavasz is, és bízom benne, hogy így akkor nekem is meg lesz szeptemberre. Az áhított 12 pont. Most beszurkolunk plusz 5 pontot. Salamondia! Brigia, én akarom.
A díjat átadja Bölő Zoltán. Fütty. Ismét hölgyel folytatjuk. Ernő esetleg bemutatnál? Igen, a következő hölgy Bodó Dóri lesz. Nagyszerű nemzetközi eredményeket ért el az idén. Amatőr olimpiát nyert Spanyolországban, és szintén nyert egy EBL-es Prague Show-n is. Hölgyeim és uraim! Bodó Dóri! Ki beszélget Dórival? Gyere, Ernő! Hát először is gratulálunk az eredményhez. Hogy tudod értékelni az idei verseny szezonodat? Tudom, ez egy nagyon eredeti kérdés, de hát ha mégis valami jó választ kapunk rá. Igen, köszönöm szépen. Abszolút pozitívan értékelem az idei versenyszezont, főleg azért, mert második éve versenyzem, és a prágai verseny volt a negyedik nemzetközi versenyem, ahol szintén ugye aranyérmet sikerült elhoznom, úgyhogy nagyon büszke voltam magamra, de ezt mindig hangsúlyozom, hogy ez egy csapatmunka része, tehát nagyon sokat köszönhetek Berkes Lászlónak, aki ott ül az edzőmnek, illetve a Páromnak, aki a kitöntőnek, és a Startek Mutationnak a főszponzornak is. Hát mi köszönjük neked ezeket az eredményeket, és szeretnénk átadni a Startek Achievement Award-ot Bodó Dórinak. Köszönjük szépen! Ugye itt most a testépítés és a fitness sportág nagyjait láthatjuk. Egy picit belenézünk, hogy kik voltak azok, akik különleges erejükkel és képességeikkel az erős sportágat képviselve kiemelkedő eredményt értek el. Egyikük Tunkel Nándor, aki bronzérmes lett a Rövő Paralimpián fekvenyomásban, világkupát nyert Rióban, világkupa ezüstérmes lett Dubajban, magyar csúcstartó, 49 kg-os kategóriában 157 kilós nyomással. Tunkel Nándor! Köszönöm, és uraim, Tunkel Nándor vagy Márkos Szintadon. Elmondom nekünk, milyen érzés volt azért ott a olimpián a dobogón lenni? Hát, köszönöm is először a megkívást. Nekem egy álom teljesen valóban, hogy a paralimpián dobogóra tudtam állni, mert ugye mind akik ismernek, azt tudják, hogy én 4 éves sportolok. Ezt az eredmény 4 év alatt értem el, úgyhogy egy álom vált valóra ezzel, de ezzel még nincs vége, tudjuk, hogy dolgozunk, szeretném ezt az élmet, hogy fogok jobban még fényesebbé váltani, úgyhogy dolgozunk tovább. Azért az eredmény egészen elképesztő, tehát 49 kilós testsúlya, 157 kiló nyomkál. Ez tulajdonképpen a súlyodnak egy picivel több, mint a háromszorosa. Jövő évre mi lesz a terve? Négyszeres? Hát, azt nem tudom, hogy sikerül-e jövő évre. Jövő évben lesz Mexikóban, szerintem meg a világbajnokság, mindenképpen éve van az elvárás és a Magyar Paralimpiai Bizottságtól is felém. A súlyban, hát még 10 kilót tegyünk el, inkább már évi szintén 10 kilót tudok fejlődni, tudok megújulni, hát a 10 kilót plusz még megvált. Gratulálom még egyszer, és nagyon sok sikert a következő évben. Még egy úri emberünk lenne, akit szeretnénk díjazni, de sajnos ő betegség miatt nem lehet itt. Ő pedig Szabó Ozor, Ozi, a Magyar Paralimpiai Csapat edzőjeként a köztársasági elnöktől magyar bronz érdemkeresztet kapott. Sokszoros világ és Európa bajnok fekvenyomásban, többszörös magyar bajnok, Európa bajnoki érmes, világkupa győztes szkanderban és kétszeres parasztrongeszben világbajnok. Ő most nem lehet itt, ezért megkérnélek nálad, hogy légy szíves, vedd át az ő plakettjét is, jobbulást kívánunk neki innen, és egy óriási szurkolás tőletek, gyógyuljon meg, és legközelebb ide várjuk! Kérem szépen a díjazottakat, még egyszer fáradjanak a színpad előterébe, egy közös képre. Szenvedéllyel, hittel és akarattal!
We wish you a lot of success for 2017, and I hope you will get real. Both of you will get real. That's what we do. Köszönjük szépen!